Sziasztok! Szeretettel köszöntelek bennetek, Vargász Eszter vagyok. Most megint hoztam nektek egy történetet. Én azt érzem, hogy nehéz, nem könnyű ez a lépcsőfok, tehát elrugaszkodni a megszokott mintától, egy ilyen végleges búcsút venni, és a másik oldalon lenni, mint ahol eddig voltál korábban. Bizony vannak nehézségeitek, és egyébként írjátok is, de persze nagyon szűkszavúan, aminek én egyébként örülök, tehát nincs ezzel semmi baj, de érzem, hogy azért itt vannak nehézségek, és végre teljesen szembe kell nézni azokkal az energiákkal, amik ott voltak gyerekkorodban, és letenni az illúziókat. És megfigyelni a saját viselkedés mintádat. Mesélek nektek egy történetet, egyik reggel felébredtem, és ilyen testi fájdalommal ébredtem. Megint tudtam, hogy ez nem az én érzésem, tehát hogy ehhez nekem semmi közöm. Úgyhogy kerestem az okát, a múltban semmit sem találtam, úgyhogy várhatóan a jövőből jött az energia, de azt nem mutatták meg, hogy honnan jön az égiek, csak a testemben volt érzés, és akkor úgy jutottam előre, hogy megkérdeztem a gondviselést, hogy mit érez az az ember, aki miatt én ezt érzem. És akkor kijött az egy kártyával, hogy ő tovább halad. Tehát tovább halad tőlem, és keres egy másik partot. Ugye azt hiszem, hogy ez a kardok hatos lapja. És hát őszintén szólva, nyilván ilyen mindenki életében lehet, több is, de azt nem tudtam pontosan, hogy ki lesz ez a személy, aki úgy döntött, hogy tovább halad tőlem, amivel egyébként semmi gond nincsen, de úgy szerette volna ezt csinálni, hogy én ezt érzékeljem. Tehát nem csak tovább megy, és békével, szeretettel lezárja az energia csatornát, és pontosan tudja, hogy mi már nem tartozunk össze, ezt én is érzem, ő is érzi, és ez így rendben van, hanem neki a győzelemre volt szüksége. És hát az történt, hogy elkezdtem élni a napi rutinomat, de hát ez az érzés, ez nem nagyon múlott el, és ugye kimentem az otthonomból, és kapcsolódtam emberekkel. És nem sokan rá, hogy kimentem, találkoztam valakivel, akit egyébként egyáltalán nem ismerek. Tehát abszolút nem ismerek. Egyetlen egyszer volt szemkontaktusom vele, néhány héttel az eset előtt, és akkor is ezt a nagyon mérges energiát küldte felém, amit már én akkor sem értettem. Tehát egyrészt nem is ismer, másrészt egy nagyon mérges energiát küld felém. Harmadrészt pedig most ez a második találkozás alkalmával is olyan energiát sugallt, hogy ő belül tök szuperul van, és velem van a probléma. Na most figyeljetek, ha neked volt ilyen energiád a családi energia mezőben, akkor itt most meg kell figyelni, mi történik. Nem az történt, hogy elkezdtem fölhúzni magam, elkezdtem gőgös lenni, és nem gondolja, hogy majd hozzám ér ez az energia, meg tehát, hogy egy ilyen gőg alakult ki bennem, miközben iszonyú fájdalmakat éltem meg, tehát fájdalom volt a testemben, hogy el vagyok utasítva, hogy azt se tudom, mi a probléma, de valaki így megítél engem. És hát az történt, hogy egy kicsit vártam, még ez az energia, ez teljesen így normalizálódik bennem, de azért teljes mértékben nem, tehát azért szerettem volna, hogyha
az a düh, az a harag, amit fölhozott, az dolgozódjon bennem úgy, hogy valami változást hozzon létre. És a változás az lett, hogy kapcsolódnom kellett hozzá, ehhez adott a gondviselés engedélyt, ugyanis van egy ember, aki azt az energiát küldi felém, és nem tudom kikerülni, mert hogy egyre többet fogunk találkozni, tehát ez nem egy olyan kapcsolódás, ami elmegy az utcán, és akkor ezt így sose fogom látni, hanem egyre többet fogunk úgy tűnik találkozni. És hát felkerestem. Tehát amikor még bennem volt ez az energia, akkor én őt felkerestem, mert itt két lehetőség van. Van valaki, aki kilép a kapcsolatból, kiviszi az energiát, belül boldog, hogy elé lépett a másiknak, küldi a negatív energiát, vagyis a másikban bosszút, haragot, negatív érzést küld kifelé, miközben azt sem lehet tudni, hogy pontosan miről van szó, és sose nem beszéltünk, mi nem is köszöntünk egymásnak. Na most nekem volt egy ilyen energiám, ugye gyerekkoromban, ez egy ilyen narcisztikus energia, és folyamatosan az előnyre pályázott, és ugye utána megörült ennek a gőgnek, ennek a, hogy bennem egyfajta gőg alakult ki, de ez csak viselkedés minta. Tehát ez a gőg az viselkedés minta. És akkor én ezt baromira le tudtam tenni. Ugye többször mondom, hogy a játszmának akkor van vége, amikor ki tudod mondani, jön valaki, megcsinálja veled ugyanazt, ki tudod mondani, és ott vége van a játszmának. És hát képzeljétek el, hogy az történt, hogy oda mentem hozzá, és mondtam neki, hogy mert ugye itt két lehetőség van, ha nem szólsz semmit, akkor belül van benned egyfajta, úgy csinálsz, mintha semmi nem történne, hogy ha-ha, minden rendben van, tök szuper, minden, dicsekszel tulajdonképpen. A másik pedig az, amikor tényleg bűnösnek érzed magad, és azt a negatív energiát, azt magadra veszed, amit küld. Nem lehet nem magadra venni ezt. Tehát, hogy ez egy olyan energia, amivel nem lehet nem magadra venni. Ugye, minap kiraktam egy ilyen hipnózisos írást, hogy milyen az a rejtett agresszió, hogy kedves. Kedves, és egyszer csak kilöveli az áldozat, kilöveli az energiát, és akkor a zsákmányában tart, és akkor neked nincs más, mint haragod van, dühöd van, hogy hát erről nem volt szó, ez most hogyan történhetett meg. Na és rám is írtatok egyébként páran, hogy úgy érzitek, hogy bennetek is ez van, figyeltek, el kell indulni, mese nincs. Tehát, hogy itt nem magadat kell bántani, szembenézni, ami baromi nehéz, hogy én is ezt csinálom, vagy ezt csináltam valakivel, baromi nehéz, de onnan fölállni és tovább menni. És amikor neked van egy ilyen helyzeted, hogy valaki ezt csinálja veled, akkor is meg kell tanulnod kiszállni ebből. Főleg, hogyha belső mélységei meditációt gyakorlod, mert ezek a helyzetek abszolút ott vannak. Tehát hogy tudsz kiszállni egy olyan emberből, aki rejtett agressziót hordoz, édes, kedves. Na, és képzeljétek el, hogy oda mentem hozzá, ez egy férfi egyébként, oda mentem hozzá, és mondtam neki, hogy az a helyzet, hogy én baromi boldog vagyok, és tőle meg érzek egy olyan fajta negatív energiát, amivel egyáltalán nem tudok mit kezdeni, és őszintén szólva nem is szeretnék, úgyhogy én most szeretném, hogyha visszafordulna ez az energia, mert ő mindig így néz, mondta, ő mindig így néz, láttam, hogy zavarban van, még soha senki nem szembesítette, én azt gondolom, azzal, hogy milyen játszmában van benne. Nekem viszont baromira elegem volt abból, hogy valaki olyan energiát küld, amivel fogva tart, és egyetlen egy kiút lenne, vagy a dicsekvés, vagy az, hogy rágalmazom, és azt mondom neki, hogy ilyen vagy, vagy olyan vagy. Tehát, hogy ebből baromira elegem volt, meg abból is, hogy akkor szép szavakkal, ugye ez a női praktika, hogy akkor oda megyek köréje, és akkor behálózom, és akkor jól én is ott hagyom, cserbe hagyom. Szóval ezek se jöhettek szóba, csak a nyílt és egyenes kommunikáció, hogy vége legyen ennek a játszmának. És én tulajdonképpen lezártam. Tehát a bölcsesség energiáján keresztül én lezártam azt, hogy ami tőle jön, az hozzám érhessen.
visszafordítottam az energiát, és azt mondtam, hogy ez a tied, ide ne küld, nem is ismersz, azt sem tudod, hogy ki vagyok, nem is ismersz, nem szeretném ezt az energiát. És ott hagytam, tehát, hogy ezt így letettem az asztalra, én felszabadultam az ő hipnózisos energiájától, és ott hagytam. És a boldogság, a szabadság továbbra is bennem él, de jött valaki, aki megnyomott egy olyan gombot, ami már gyerekkoromban is ott volt, tehát gyerekkoromban is volt egy ilyen energia, és hát akkor, abban az esetben ott sikerült ennek a játszmának a végére járnom, szembesíteni azt az illetőt, hogy figyelj, én ebben nem szeretnék részt venni, menjél nyugodtan, legyél csak boldog, én tök boldog vagyok, és szeretném, ha engem boldogság venne körül. És azzal, hogy ezt ki tudod mondani, ki mered mondani, totális felszabadulás. Nem bántottam, nem ítéltem el, csak arról beszéltem, hogy nekem mire van szükségem ahhoz, hogy jól érezzem magam. Ennyi. Magyarul kiléptem az ő kis játszmájából. És ugye itt van a fény oszlopa, energiád növekszik, te magad vagy az orákulum, tehát hogy nincs mitől félni. Nincs mitől félni, csajok, meg srácok, akik hallgattok, mert ha te neked tiszta energia van a szívedben, mert tisztítod saját magad, akkor mikor előre lépsz, totálisan támogatni fog a gondviselés. És nem a düh, nem a harag, nem a neheztelő érzés lesz benned, csak arról beszélsz, hogy benned mi van, és te neked milyen bánásmód esik jól. És itt van a botok négyes, nézzétek meg, ez a kicsit a hála alapja is, kicsit az, hogy együtt vagyunk, tehát, hogy valami karmikus sors feladatunk van, amit én most megoldok a hálán keresztül, és itt van az érmékötős, ami ugye arról szól, hogy nekem ezen nap mindig az érmékötősben van egy olyan, hogy egyedül hagytál, teljesen magamra hagytál, nem baj, nem dőlök kardomba, hanem innen akkor fölállok. Talán azt hiszem, hogy pont az érmékötös az, ahol azt jelzik, hogy van egy ilyen, néha úgy ábrázolják, hogy van egy ember, aki gubbaszt így magában, és ott van az ajtónak a kulcsa nála, de nem látja meg a kulcsot, hogy van kijárat ebből a fogvatartó energiából, aki ugye azt akarja elérni, hogy érmékötös, hogy te legyél egy ilyen elhagyatott állapotban, és az elhagyatott állapotot nem szeretjük. Gyereki energiánk nem szereti. A felnőtt energiánk meg azt mondja, hogy elhagysz. Nem is ismersz, vagy ha ismersz is elhagysz, oké, menjél, de úgy menjél el, hogy akkor ide már vissza nem jössz. Mert az, aki csak játszadozik a másikkal, az, aki csak azért csinálja, hogy elmegy, hogy a másikban bosszúságot, haragot gerjesszen, ebben a hipnózisban tartsa, az édes szavak után egyszer csak belöveli ezt a csodálatos mérget, amitől aztán nincs mese, ugye robban minden és mindenki. Hogy neked viszont felnőttként van választásod, és azt tudod mondani, hogy figyelj, ezt aztán biztos, hogy nem. Tehát, hogy ezt nem. Nekem van egy identitásom, van egy személyiségem, lehet, hogy neked nem tetszik, lehet, hogy neked nem esik jól az, ami én vagyok, semmi más dolgunk nincs, mint akkor tovább menni. De nem úgy menjél tovább, hogy közben az én energiámat rabolod, mert belül ellenséges érzéseket gerjesztesz magadban felém, ami ugye arra ösztönöz, hogy én rosszul érezzem magam. Úgyhogy lehet lövelgetni ezt a hipnózist, hölgyek, másokra, de arra nagyon kell figyelni, hogy aki öntudatodra ébred a környezetedben, az ott fog hagyni, és azt mondja, tovább mentél, menjél. Kell a fenének az, hogy valaki ilyen hipnózisban tartson. És te is legyél magadra annyira öntudatos, hogy te sem sétálsz bele senkinek ebben a csapdájába. Igen. Na. Úgyhogy a legfontosabb megint az, hogy az identitásodat bontsd ki, és az identitásod kibontása pedig lehetővé teszi azt, hogy azokat az energiaszálakat, amik gyerekkorodban is ott voltak, és nem tetszett nekik akár az, aki te vagy, ezért ugye megtettek mindent, lefolytottak, nem tudom, bármi,
hogy ne szabadon szárnyaljál, azokkal szembe tud nézni, és azt tud mondani, hogy figyelj, lehet, hogy nem tetszik neked, aki vagyok. Hát ez vagyok, akkor menjél tovább, de úgy menjél tovább, hogy ne vidd el az energiámat. Tehát, hogy ne haragot gerjesszél bennem, amikor te tovább mész. Menj tovább, cső, viszlát, nincs visszaút, ennyi kész. Tehát, hogy nincsen ezzel semmi baj. Csak ugye ezek az emberek nem így gondolkodnak. Tehát úgy gondolkodnak, hogy amikor tovább megy, akkor neki kell a te energiád. Kell a harag. A harag az, ami oda köt. Ne engedd meg, hogy bárkihez oda kössön a harag. Főleg ne ilyen hipnózis gyártókhoz, mert igen, csak könnyedén. Könnyedén, lazán. És kinyílnak az új ajtók. Most ezzel a belső mélységeim meditáció gyakorlásával megmered mutatni a belső mélységeidet, tehát hogy beszélsz arról, ami benned van végre. Tehát mint egy feloldó eső, nem mész bele végre a játszmába, hanem beszélsz arról, ami benned van. És tudatosítsd, hogy ez olyan, mintha az energiakapu most záródna be a múlttal, tehát a múlt energiáival szépen bezáródik az energiakapu. Ugye emlékezzetek vissza, hogy úgy kezdtem ezt az eseményt, hogy húztam egy kártyát, és a hátbaszúrás energia volt, tehát egy férfi hátbaszúrt egy másikat. Tehát azt fogod érezni ebben a meditációban, hogy hátbaszúrta. De hogy ugye azt is megbeszéltük, hogy mi a kijárat ebből. Nagyon fontos. És hogy ezen a lépcsőfokon is át kell szűrődni. Mert a karmikus kapcsolatoknál azt érzed, hogy hátba szúrtak. Tehát, és az a jó, ha már ott tartasz, hogy megérted, hogy a karmikus kapcsolatoknak kvázi, hát most mit mondjak, ez a lényege, vagy hogy mondjam ezt, hogy azért szúr hátba, hogy te öntudatodra ébredj, és amikor öntudatodra ébredsz, akkor kibontasz magadból egy olyan ént, aki te valójában vagy. Most képzeld el, hogy ez az energia, amiről én beszélek, ez a hipnózisos energia, hogy édes cuki, egyszer csak belövel, és azt se tudod, hogy mi van, csak kialakul benned a gőg, a harag, mert tehát szabályosan figyeltem meg, ahogy tőle jön ez a fú, brutális, az egész testet átmozgató, lehet, hogy nem vagytok tudatosak a mások energiáira, de érdemes gyakorolni a testtel való kommunikációt a meditációkon keresztül. Ez a kulcsa mindennek ez a kulcsa. Tehát, hogyha te érzed, hogy mit lövel feléd a másik, mibe akar berángatni, mondom, szabályosan nőttem meg, és emelkedett bennem a kiha én nem energia. Hát mondom, épp valami, tehát, hogy egy ilyen olyan helyre mentem, ahol a béke, a csend, a hangyák észrevétele, és mentem egy ilyen gőgös energiával. Tehát beültem az autóba, és akkor egy ilyen gőgös, honnan jön ez? Hát, hogy mi közöm nekem ehhez az egészhez? Hát ez honnan jön? És hogy ezt a viselkedés mintát alakítottam ki rá, úgyhogy, fú, hát jó kis szembenézés volt, hogy valaki, aki aljas módon belővel édes kedves, utána pedig hátat fordít, és magában hehehe heherészik, és tovább megy, kiviszi a kapcsolatba az energiát. Célja az, hogy haragot gerjesztem benned szándékosan, arra én egy ilyen gőgös energiát alakítottam ki, és akkor ott le tudtam tenni, szembesítettem. Hát jó, ez a srác nyerte meg ezt tőlem, de hát ő is csinálta ezt, tehát hogy pont ő vele fejeztem be ezt a játszmát. Úgyhogy hát ez van, ez van, kész, most neki jutott ez. Ha nem csinálta volna, ha nem ő csinálta volna, akkor nem ő. Látjátok, milyen ajándék, ha a másik rosszul bánik velünk? Tehát egy hatalmas ajándék. Mert megfigyel, mit csinálok, milyen viselkedés mintám van, miért nem a szeretet van bennem, honnan jön ez, mi közöm nekem ahhoz? Hát benne van ez a hipnózisos energia. Nekem aztán mi közöm hozzá?
Hát vége az illúzióknak. Ugye ilyen kártyákat húztam nektek a belső mélységeim meditációhoz. És megint minél többet gyakorolsz, fogja küldeni az univerzum ezeket az energiákat, szembe tud nézni, és azt tud mondani, hogy hello, 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 hát mi közöm nekem ehhez? Menjél csak nyugodtan tovább, Isten veled, de az én haragomat nem viszed el. Úgyhogy igen, nagyon-nagyon fontos. Bizony. Na, mert különben benne maradsz egy ilyen érzetet, hogy szívja az energiát, szívja egy ilyen érzelmi fekete lyuk képében jelenik meg ő, és állandóan rá gondolsz. Mert benne van egy ilyen olyan energia, ami szándékosan haragot gerjeszt. És ugye azt szeretné elérni, hogy mondjál le a kapcsolódásról. És ugye őnek előnye legyen. Eszedbe ne jusson, nyisd ki neki az ajtót. Anna energia. Menjél csak nyugodtan. Tehát nem kell itt maradni. Menjél csak nyugodtan. Érted? Nem lemondasz a kapcsolódásról, és ugye ő akkor nagy, és akkor te meg lemondasz a kapcsolódásról. Nem. Hanem azt mondod, figyelj, elindultál nélkülem. Hipnózisban akarsz tartani. Anna energiája, Szent Anna, most többször írtam erről, hogy meg ugye a Joachimé is, hogy megértjük az embereket, elfogadjuk, ebbe van. Fogalma sincs, hogy ebbe a játszmában van a legtöbb ember. Fogalma sincs. Ezt szoktam meg gyerekkora óta. Ezzel érvényesült. Mert az a harag, amit ő gerjesztett másokban, az odakötötte a másik embert, és tudta, hogy a markába van. Tudta, hogy a markába van a másik ember. Úgyhogy ki lehet szállni, ne a gőgödet erősítsd, mert akkor nem tudsz kiszállni egy ilyen hipnózisos energiából. Na és akkor visszatérve, hogy nem az a cél, hogy lemondj ilyen emberekkel való kapcsolódásról, hanem a hipnózisosnál pont az a lényeg, hogy akkor Anna energiája, nem kell nekem mindenhol ott lenni, nyisd ki az ajtót, menjél csak tovább, viszont látásra, viszont hallásra. És figyeljetek, abban a pillanatban, amint ezt én akkor megcsináltam, azonnal, de tényleg azonnal kinyílt a tér, kapcsolódtam egy olyan emberrel, akivel a szívünkön keresztül, a tudatosságunkon keresztül kapcsolódtunk. És a teljes fellélegzés, a teljes öröm, boldogság, hogy igen, ez az én terem, ez az én, ebbe érzem én jól magam. És akkor ennyi. Tehát ugye a belső mélységeim meditáció, vagy ez a folyamat, amin végigmentek, arról szól, hogy kapcsolódtok a saját belső mélységeitekhez, ezt megmutatjátok másoknak, és azáltal ő el tudja dönteni, hogy akar-e veled együtt menni, vagy nem akar veled együtt menni. De hogy te már nem engeded meg azt, hogy olyanban legyen részed, ami neked nem esik jól. Nem könnyű lépcsőfok, tudom én jól. Nekem sem volt ez, tehát, hogy de tartsatok ki. És azért jövök minden nap inkább videóval, hogy tudjak segíteni. Bízom, hogy tudok segíteni, és ezekkel a rálátásokkal. Úgyhogy csak nem baj, hogyha hidegen hagyott, nem baj, hogyha érmékötös, ott hagyott egyedül hidegen. Menjél, édes, menjél, csak nyugodtan a kis hipnózisos energiáddal, és majd akkor fogunk találkozni, hogyha ez egyfajta abúzus, tehát ez egyfajta energetikai abúzus, mert itt egy olyan hatalmaskodásról van szó, amiből a legtöbb ember a szégyene miatt kitör. És hogyha, mert hogyha figyeltek, ha van valaki, aki mondjuk erősnek érzi magát, és de a szeretet van benne, akkor az nem azt csinálja, hogy negatív energiát küld kifelé, miközben hatalma van, hanem az, jaj, hogy fogalmazzam meg, az arra vár, hogy te is szüntesd meg az ellen érzéseidet. Tehát pontosan lehet érezni, hogy ki az, aki vissza akar élni a hatalmával egy ilyen helyzetben, amikor ugye
kilöveli a hipnózisos energiáját, akkor ugye hatalomba kerül, és ott pont el tudod dönteni, hogy ki az, aki a hatalmaskodik, mert a hatalommal akar visszaélni, vagy vannak olyanok, akik viszont ugye érzik a saját nagyságukat, és céljuk az, hogy együtt haladjunk, gyere, beemellek téged, gyere, besegítelek, gyere, akkor menjünk együtt tovább, gyere, akkor kapcsolódjunk újra, és akkor haladjunk együtt, de ez nagyon-nagyon kevés, ez nagyon-nagyon kevés. A legtöbb ember, amikor hatalomban, akkor vissza is él vele, és neked viszont, hogyha ezt tapasztalod, akkor a szégyened miatt ugye kitörnél, de ha megtanulsz a bánni a hatalommal, tehát amikor valaki téged el akar nyomni, megtanulsz vele bánni, akkor a szeretet művészetét tulajdonképpen azt sajátítod el. És most erről is, ez a történet, amit elmeséltem, és pontosan erről szól, hogy nem akartam bántani, nem akartam leuralni. Egyszerűen csak arról volt szó, hogy megmondtam, hogy oké, hogy tovább megy, menjen, én tök boldog vagyok, nekem teljesen jó, hogy tovább megy, de a haragomat nem tudja elvinni, nem is ismer, fogalma sincs, ki vagyok, ez egy játszmája, menjen, kinyitom neki az ajtót, nem kell nekem mindenhol ott lenni, és ennyi. Tehát, hogy erről szólt a történet, és tulajdonképpen azon keresztül, hogy én így léptem, a szeretetet formáltam magamban, és nem a szégyent, ami a testemben esetleg még van, azt aktiváltam. Mert akkor, amikor a gőgöm följött, kezdtem fölfújni magam, akkor ugye a szégyen energia kezdett el dolgozni. De hát a szégyen az arra ösztönöz, hogy vagy lefagyjál, vagy a másik oldal, hogy dicsekedjél, gőgös legyél. Nincs értelme. Nincs értelme ezt tovább gerjeszteni. Valószínű az ő testében is szégyen volt, és ugye ezt akarja továbbadni. De hát kell a francnak más szégyene. Úgyhogy karmákból ki ez a cél. A szeretet mentén, tehát hogy mi ez a legfontosabb, erények mentén. És pontosan fogod érezni, hogy ki az, aki azért lép előre, mert szeretné, hogy transformálódjon a kapcsolat, és ki az, aki azért lép előre, hogy egyedülben hisz, és ott hagy hidegen. Ezt abszolút érzed, és ismerd is föl, és zárd le ezeket az energiaszálakat. Na, bízom, hogy tudod segíteni. Hajrá, hajrá, tartsatok ki. Sziasztok, hello!